számú interszifikocsip pont és helyen nyert mehető igénybe. Tájékoztatjuk utasainkat, hogy a kerékpárszállító kocsi dobolat közepén található. Sebes vonat érkezik Závonyból a 14. vágányra. A vonat tovább közlekedik Érd-Alsón át Keszthelyre. Menetrend szerint Balatonaligáig csak Érd-Alsó, Gárdony és Székesfehérvár állomásokon áll meg. Balatonaligától Szabadifürdő, Balatonszéplakalsó, Bélaterep, Balatonfegyvesalsó, Balatonmáriafürdő alsó és Tenékpuszta kivételével minden állomáson és megálló helyen megáll. A vonatra gyors vonati kvóti egyváltása kötelező. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. Gyors vonat indul Nagykanizsára, közvetlen kocsikkal Keszthelyre a harmadik vágányról. A gyors vonat csak Székesfehérvár, Lepsény, Siófok, Camárdi, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár, Bonyód, Balatonfegyves, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Zalakomár és Zalaszentjakab állomásokon áll meg. A Keszthelyre közlekedő vonatrész Balatonszentgyörgy és Keszthely között nem áll meg. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vonat ajtajai önműködően zárulnak. Kérjük, vigyázzanak a fel- és leszállásnál. Sebes vonat érkezik Závonyból a 14. vágányra. A vonat tovább közlekedik Érd-Alsón át Keszthelyre. Menetrend szerint Balatonaligáig csak Érd-Alsó, Gárdony és Székesfehérvár állomásokon áll meg. Balatonaligától Szabadifürdő, Balatonszéplakalsó, Bélaterep, Balatonfegyves alsó, Balatonmáriafürdő alsó és Tenékpuszta kivételével minden állomáson és megálló helyen megáll. A vonatra Kőbánya Kispesttől Érd belső át Székesfehérvárig közlekedő gyorsított személyvonat érkezik a 15. vágányra. A vonat csak Budafok, Budatétény, Érd belső, Tárnok, Martonvásár, Baracska, Tápolnásnyék, Velence és Gárdony állomásokon áll meg. A vágány mellett kérjük vigyázzanak!